Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Elérkezett az adatkezeléssel foglalkozó sorozatunk 6. része. A külső és belső levelezésről, valamint a speciális adatkezelések közül a GPS információkról fogunk beszélni. De vágjunk is bele! Mint azt mindenki tudja, elkerülhetetlen az egy cég életébe, hogy levelezzen. Ez lehet papíralapú, postai úton történő levelezés, lehet belső posta, cégen belül levelezés, lehet e-mail formájú is, de az adatok továbbításához elengedhetetlen forma. Ezt minden esetben szabályozni kell, mert ezzel az adattovábbítási formákkal ugye személyes adatokat is, és nem csak személyek, hanem természetes személyek, azaz cégek adatait is továbbítjuk. Tehát, hogy mire is gondolok? Ha egy cégnél, szervezetnél, társaságnál mondjuk több telephely van, vagy a munkavégzés különböző területeken zajlik szanaszét az országba, akkor az összegyűlő információk, személyes adatok, céges adatok valahogy el kell jussanak az adatkezelési helyre, a cég székhelyére, vagy erre kijelölt telephelyére. Ahhoz, hogy ezek eljussanak, ahhoz valamilyen hírközlő csatornát kell igénybe venni. Ez régebben ugye nagyrészt papíralapon zajlott, manapság már e-mail formájában vagy üzenet formájában továbbítjuk ezeket az adatokat. De ezeket minden esetben szabályozni kell. Ha a belső postával mennek az információk, ez valamivel könnyebb, mert ez biztonságosabb adatkezelés, de ezt is szabályozni kell. Amennyiben külső szolgáltatót, magát a postát, vagy futárszolgáltatót, vagy bármit veszünk igénybe, ebből az esetben szintén szabályoznunk kell, de ez már egy kicsit nehezebb történet, mert itt esetleg az is arról is lehet szó, hogy nem csak saját magunknak küldjük el postán, hanem elküldjük mondjuk egy harmadik félnek is. Amennyiben személyes adatokat küldünk harmadik félnek, akkor azt is szabályozni kell. De ha mondjuk céges információt közlünk, ott egy kicsit könnyebb a szabályozás, mintha magánszemélyek adatait küldjük postai úton. Valamint itt van mai világunk legfontosabb hírközlési csatornája, ugye ez az internet, az e-mail formájában. Legtöbb esetben ma már lefényképezik, vagy beszkenelik, vagy egyszerűen csak digitálisan készített információról van szó, és azt küldjük át e-mail formájában, vagy más elektronikus úton. Ezek a csatornák is mind-mind szabályozásra és védelemre szorulnak. Azaz nem lehet egy cég életében azt a luxus megengedni, hogy mindenféle szabad szolgáltatók rendszereit veszük igénybe, ahelyett, hogy mondjuk esetleg egy saját céges levelezést, aminek tudjuk garantálni a biztonságát. Nyilván egy kis cég nem fog saját magának levelező szervert fenntartani, ettől függetlenül vásárolhat hivatalos domaint és ahhoz tartozó levelezést, kicsit hivatalosabb is, meg a biztonsága is garantáltabb, mint mondjuk egy Freemailnek, vagy egy Citronmailnek, vagy ki tudja. Már a Gmail is, ugye Google-nál folyamatosan adatkezelési problémák vannak, tehát a Gmail is esetleg rejthet kockázatot a levélküldés során. Erre is oda kell figyelni. Ezen felül azt is szabályoznunk kell, hogy milyen adatot, milyen formában közlünk elektronikus úton. Tehát egy személyes adatot nyilván nem fogunk mindenféle címekre elküldözgetni, hanem bizonyos címekre nem rakunk be más adatba mindenféle személyeket, még akkor se, ha a kollégák, csak az adatkezelő lehet a címzettek között. Tehát ezekre mind oda kell figyelni, és ezeket mind szabályozni kell. És ugye ezeknél az elektronikus, vagy akár papíralapú adatkezeléseknél, mint az előbb mondtam, akár harmadik félnek is küldhetünk leveleket, vagy e-maileket. Ha harmadik félnek küldünk, oda kell figyelni arra, hogy például személyes adat küldésekor ahhoz az adatbirtokostól először is egy önkéntes hozzájárulást kell beszereznünk, tehát az ő engedélye nélkül nem küldhetjük. Akkor a szabályzatban szabályoznunk kell azt is, hogy miért küldünk ilyen információt, mi a célja, engedélyünk van hozzá, hogyan küldjük, hogyan gondoskodunk a védelméről, mit teszünk meg azért, hogy illetéktelen kézbe ez ne kerüljön, és mivel harmadik féllel kapcsolatos az adatkezelés, ezért nyilván a harmadik féllel kapcsolatban valamilyen szerződésünk is kell legyen, ami az adatkezelést megengedi.
Tehát csak úgy nem küldhetünk információkat egy harmadik félnek, hogy azelőtt egy adatkezelési valamilyen szerződést vagy szerződés kiegészítést ne írna alá a két társaság cég, hogy az adatok védelmét biztosítsa. De most térjünk is át a speciális adatkezelésekre, azokból is a GSM GPS vagy GPRS alapú adatkezelésekre. Hogy ez miért is speciális adatkezelés? Ebben az esetben bármilyen ilyen adatkezelésről beszélünk, és ez személyhez kötődik, akkor annak a személynek a hely adatait tudjuk megnézni napra készen, vagy akár azonnal pillanatra készen, vagy tudjuk követni. Innentől kezdve őt a szabadságában korlátozzuk. Azaz, tudjuk pontosan, hogy hol tartózkodik, milyen helységben van, merre jár. Sok esetben ezt még egy kiegészítő adatkezeléssel is meg szokták spékelni, ami persze szabálytalan, de erről majd később visszatérek. Tehát innentől kezdve speciális adatkezelésről beszélünk. A speciális adatkezelések, amikor huzamosabb ideig valakinek a személyes adatait ilyen módon kezeljük, sajnos már nem engedi meg, hogy csak egy sima adatkezelője legyen a cégnek. Ebben az esetben már adatkezelési felelőst ír elő a törvény. Tehát innentől kezdve hiába nem állami cégről, rendvédelmi cégről, vagy bármilyenről, vagy társaságról van szó, ez lehet egy magáncég, egy KFT, bármi, hogyha ilyen jellegű adatkezeléseket valósít meg, akkor sajnos itt már adatkezelési felelőst kell kineveznie. És az adatkezelési felelős, mert büntetőjogi felelősséggel tartozik ő maga is az adatkezelésekért. Hol is használnak ilyen adatkezeléseket, ilyen GSM, GPS vagy GPRS alapú adatkezeléseket? Az első leggyakoribb az a gépkocsi követések, például fuvarozó cégek, vagy olyan cégek, akiknek saját flottájuk van, azok is GPRS alapú nyomkövetést használnak ugye a gépkocsik követésére, azoknak a esetlegesen már menetlevél helyett is ez a elmenetlevelet használnak, akkor 100% hogy ilyen GPRS alapú történet. Vagy a fuvarozóknál ugye, ne felejtsük el, a Hugo az pont egy ilyen GPRS alapú szolgáltatás, ami alapján kell nekik fizetniük a autópályadíjakat vagy egyéb útdíjakat. Tehát itt elkerülhetetlen, ilyen információkat kezelnek. A másik, az a speciális adatkezelés, az a GSM GPS alapú ellenőrző rendszerek, mint például egy járőr ellenőrző készülék, egy takarítás ellenőrző készülék, sok szolgáltatótól azt kéri a megbízója, hogy avval bizonyítsa be, hogy ő elvégezte a takarítást, hogy egy ilyen készüléket ad a ő takarítójának, vagy az ő őrének az őrzés esetében, és a járőrözés helyszínein ellenőrző pontokat rak ki, vagy nyomvonalon kell mennie, aminek ami ugye visszakérdezhető, ellenőrizhető. De ehhez tartozik az egyéb olyan szolgáltatások, mint például az idősek figyelése, bármint olyan szinten, hogy kapnak egy készüléket, amit mondjuk a nyakukba akasztanak, vagy karóraként használnak, és azon van egy vészjelző gomb. Ez is úgy működik, hogy ahogy megnyomja a vészjelző gombot az illető, abban a pillanatban egy GSM-en keresztül a őt ellenőrző, vagy az őt figyelő cégnek, vagyis aki arra hivatott, hogy ilyen vészjelzés esetén reagáljon, elküldi egyszer azt, hogy vészjelzés van, másodszor a konkrét, pontos GPS koordinátáját annak a személynek, aki ezt a jelzést küldte. És ilyen jellegű készülékeket nagyon sok helyen alkalmaznak. Sportolók is, ugye az idősek is, gyerekek védelmébe szoktak például ilyen GPRS kulcstartókat feltenni esetleg, vagy mindenféle érdekes dolognak álcázott ilyen GPRS követőeszközöket felrakni a gyerek táskájára, ruhájára, bárhova. Ezek mind ilyen jellegű adatkezelések, amelyek speciális adatkezelések, tehát az adatkezelőknek felelőst kell kinevezni erre az adatkezelésre. És hogy mi is a teendő ebben az esetben? Először is a megfelelő tájékoztatás. Tehát ameddig nincsenek tájékoztatva az érintettek, például egy sofőr, egy járőr, egy takarító, vagy maga az idős ember, akinél ez a vészjelző van, vagy bárki, aki ezt használja,
addig ezt az adatkezelést szigorúan tilos alkalmazni. A következő az az önkéntes hozzájárulás kell legyen. Tehát mindenképpen hozzá kell járulnia az érintett adatbirtokosnak az ilyen jellegű adatkezeléshez. Ez egy kis visszással hangzik, mert egy sofőr esetében ő nem tud mit csinálni, mert akár az alkalmazás feltétele is lehet, hogy ehhez ő hozzájáruljon, mert ugye enélkül nem tudják a Hugo rendszert üzemeltetni, vagy nem tudják az e-menetlevelet üzemeltetni. Tehát kissé visszás, de mindenképpen alá kell írnia egy ilyen önkéntes hozzájárulást. Ugye idősek esetében, ha már cselekvőképtelen, vagy bármilyen korlátozással bír, tehát esetleg valamilyen fogyatékossága van, akkor a hozzátartozó kell, hogy ez ügyben eljárjon és hozzájáruljon. Ugyanez vonatkozik a gyerekek esetében is. Tehát a gyerekeknél is a hozzátartozó, a szülő kell egy ilyen hozzájárulási nyilatkozatot, önkéntes nyilatkozatot írjon. A következő pont, amire oda kell figyelni, szigorúan korlátozni kell ezeket az adatkezeléseket. Nagyon szabályozni kell, korlátozni kell, és itt nagyon oda kell figyelni, hogy kevés, egy maximum két ember férjen hozzá, vagy egy ilyen szolgáltató esetében, ugye ott váltásban vannak, akkor csak a váltó őrök, vagy megfigyelő rendszert üzemeltető őrök férhessenek hozzá, rajtuk kívül más ne, még talán a felettesük se, hogy minél kevesebben kezeljék ezt az adatot, minél kisebb legyen a sérülékenysége, esetleges az információk esetleges kikerülését, más általi megismerését minél jobban megakadályozzák, korlátozzák. És emellé az utolsó pont, amire nagyon oda kell figyelni, az adatvédelmi tisztviselőnek az ilyen jellegű adatkezelést rendszeresen, ez nem azt jelenti, hogy fél évente, hanem legalább havonta, de a legjobb lenne hetente, ellenőriznie kell, hogy minden rendben van-e, minden szabályszerűen működik-e, javaslatokat kell tennie, hogyha látja, hogy valami nem jó, és azokat a javaslatokat záros határidőn belül meg is kell valósítani. Ami még nagyon fontos, az ilyen jellegű adatkezelésekről külön nyilvántartást kell vezetni. Minden egyes érintett személy adatairól, az érintett adatkezelésekről, az önkéntes hozzájárulásokról külön-külön nyilvántartást kell vezetni. Ugye a GDPR, ez az uniós adatvédelmi törvény, ez szigorúan szabályozza a nyilvántartásokat. Ezekről majd egy későbbi részben külön kitérek, és többet fogok beszélni róla. Most csak annyit kell tudni, hogy ne felejtsük el, külön nyilvántartás kell az ilyen jellegű adatkezelésekről. Még egy dolog van, amit fontosnak találok elmondani. Ugye beszéltem korábban arról, hogy a videó megfigyelő rendszereknél azok alkalmazása csak indokolt, életvédelmében történő módon, vagy a személyes adatok védelmében alkalmazható. Mégis történik egy olyan, ami, hát nem is tudom, hogy mondjam, finoman szólva szabálytalan. Sok fuvarozó cégnél van az, hogy az egyes kamionokban, amelyekben egyébként GPS van, hogy tudják, hogy éppen hol jár, mit csinál, mennyit pihen, betartja a pihenőidőt, hogy ez a Hugo le tudja kérni az információkat, ami alapján fizetik az autódíjakat, autópályadíjakat, de a munkáltató egy kamerát is beszerel az adott kamionokba, vagy teherautókba, vagy buszokba, ami a sofőrt vagy a fülkét figyeli. Ez a legtöbb esetben szigorúan tilos, szabálytalan, szabályellenes. A nemzetközi fuvarozásnál már egyes esetekben elfogadják a közelmúltban történt események tükrében, mint például amikor a fülkébe bemásztak a migránsok vagy hasonló esetek történtek, és ott bántalmazták a sofőrt. Ezek bizonyítására ezek a felvételek alkalmasak. De ez csak az esetek 1-2%-ára igaz. A többi esetben ez szigorúan tilos. A másik a menetrögzítő alkalmazása. Fuvarozó, szállítmányozó cégek azért, hogy bizonyítsák az ártatlanságukat, sok esetben menetrögzítőt alkalmaznak, ami ugye kifele nézi a forgalmat. Eddig még nem is lenne probléma.
A nagyobb probléma az az, hogy vannak olyan munkáltatók, akik olyan menetrögzítőt alkalmaznak, ami esetleg befele is rögzíti a történteket, azaz a fülkét is megfigyeli, és ami a legnagyobb szabálytalanság, amiért gondolkodás nélkül akár a maximális bírságot is kaphatják ezek a cégek, ha ez a menetrögzítő hangot is rögzít. Tehát a hang rögzítése minden esetben szigorúan tilos. Csak és kizárólag banki, pénzintézeti, ugye rendőrségi vagy rendvédelmi szerveknél engedélyezett, de ezeken kívül magán embereknél, cégeknél, társaságoknál szigorúan tilos. Még a videó felvételekre annyit, hogy miért is annyira tilos. Azon kívül ugye, hogy megsértik a személyes szféráját, munkaviszonyt rögzítenek, sok esetben problémát okozhat az is, hogy a sofőrök a kamionba töltik esetleg a pihenőidejüket, ott étkeznek, most nem alvásról beszélek pihenőidőben, csak megáll egy kicsit hátradől, egy fél órát pihen, vagy ott étkezik, vagy bármi személyes dolgot végez, a személyes tevékenységet tesz. Ezek mind-mind olyan dolgok, amiket tilos, szigorúan tilos megfigyelni, rögzíteni. Ennyi fért a mai videóba, köszönöm a figyelmet, remélem ismét tudtam hasznos információkat átadni. Amennyiben elsőként szeretnétek értesülni a következő videóról, kérlek iratkozzatok fel. Köszönöm a figyelmet. Következő részben folytatom a speciális adatkezeléseket és az adatkezeléseket.